Jelenleg itt, a Petőfi Sándor utcában dolgoznak az almádi rendőrök. Az épületet eredetileg családi háznak szánták, így a szolgálati céloknak csak kismértékben felel meg. Évek óta napirenden van a költözés, de eddig nem volt forrás egy új kapitányság építésére. Februárban adott arról tájékoztatást az országos főkapitányság, hogy 720 millió forint értékben zöld mezős beruházást kezdenének el, és ehhez kértek területet a várostól. A képviselőtestület úgy döntött hosszas vita vagy tanácskozás után, hogy a Hadakutya ingatlant biztosítja az új rendőrségi épület felépítéséhez. Miért fontos a város szempontjából, hogy a rendőrkapitányság új helyre kerüljön, vagy hogy pontosabban mindenféleképpen itt maradjon a városban? Hát ugye nagyon fontos a közbiztonság, ez minden település a legkisebb, a legnagyobbik nagyon fontos, és hát mi úgy gondoljuk, hogy ezzel kívánjuk elősegíteni a rendőrség munkáját. A döntést nem egyhangúan hozta meg a testület. Három képviselő a jegyzőkönyv tanúsága szerint elsősorban a felajánlott több mint 4000 négyzetméteres telek magas értéke miatt nem támogatta az ingyenes átadást. Az építkezés várhatóan elindul a közeljövőben. Pontos információim nincsenek, de hát nyilván, hogyha ezt a jövő évben be is akarják fejezni, akkor valahol már a minisztériumban azért lázas munka kell, hogy folyjon. Annyit tudok, hogy a tervezés szakaszában van az épület. Az ORFK februárban azt a tájékoztatást adta, hogy 2014 májusában már át kívánják adni az új almádi kapitányságot.